72-ben jöttem haza Tanzániából, és 77-ben, 5 évvel később a Generál együttes megkérdezte, hogy Miklós, nem akarsz nekünk angol dalszövegeket írni? És mondtam, hogy dehogy nem akarok, és írtam. Például liftbe nem szállok be, nem eszem madarat. Mert? Megundorodt. Nekem, mint művésznek nem az a feladatom, hogy beleszóljak a politikába. Ha elkezdenék aktuál politikáról beszélni, akkor azt mondanák, hogy já, ez is politizál, hát akkor ez nem olyan jó. Tehát hiúsági okokból nem politizálok, hogy megmaradjak egy ilyen művész figurának. Úgy el kellett volna intézni, hogy kérjük, máskor nem mesztelenkedjen itt a karinti gyűrű. És akkor te nem mesztelenkedtél volna máskor? Lehet, de elfogadtam volna a karinti gyűrűt. Make a little love, get down tonight. Üdvözlöm Önöket, Galla Miklós, a Bóta Café vendége. Azt mondta, hogy azt írjuk ki, hogy előadó művész, de hát most már minden. Tehát ugye zenész, énekes, humorista, most megjelent az első regénye, jó ideje, fest is, már rendezett is, játszik is akár színházba, szóval ilyen teljesen. Játszottam filmen is. Na jó, 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 hát nem tudok mindent felsorolni. Nem rég, na, mi volt? Átjáróház című filmben rendezte Madarász Isti a Hullaházak igazgatóját. Nem, jól hangzik. És olyan... És te vagy a címszereplő Hullaház igazgató, de nem. Á, de kár. Hát végül is, de a Hullaházban rendeznek átjáróházat a halottak, meg az élők, és olyan csodálatos színésznővel volt lehetőségem egy filmben játszani, mint Kútvölgyi Erzsébet. Fantasztikus Na. volt, és a díszbemutatón a szemébe néztem, és azt mondtam, hogy óriási volt. És azt mondta, hogy maga is, én megmondtam, hogy nem, nem, nem. Mert hát, hogy közismert vagy a szerénységedre. Hát meg azért úgy gondolom, hogy Kútvölgyi Erzsébet azért fajsúlyosabb volt a filmben, mint én. Hát így megpróbálja az ember külső szemmel nézni a filmet, azért Zsike. Tehát a mérce az Őze Lajos, és Zsike megugrotta a mércét. Tehát ezzel az alakítással Őze Lajos is elégedett lenne. Na, hogyha már itt a szerénységednél tartunk, ugye azt mondtad magadról, hogy te már bölcsmester vagy, az mit jelent? Ezt valószínűleg talán a festészetre értettem. Ja, hogy abban vagy már? Igen, igen, tehát fejlődtem, 10 éve kezdtem festeni, és van fejlődés a festészetem során. Na de meg arra is mondhattam, hogy az elmúlt 5-6 évben megjelent 4 zenei CD-n. Az 5. az már csak online jelent meg. De megjelent. És a stúdióban egy bölcsmester vált belőlem. Tehát hangszerelés, felvétel, technika, hangszerek, egymáshoz való barátkoztatása. Tehát értek hozzá, hogy hogy kell stúdióba zenét fölvenni. Aha. Bölcsen. De a mesterhez az is hozzátartozik, hogy tanítványai vannak, vagy nem? Igen. Én nem emlékszem, hogy tanítottam volna. Egyelőre tanítványaim nincsenek. De például tárlatvezetést tartottam a saját festményeimről, és azt mondta egy művészettörténész, hogy ő még életében ilyen tárlatvezetést nem látott. Hát mondom, mit vártál? Mert mit csináltál? Hát vicceltem, persze. Minden festményről valami vicceset mondtam.
Mert hogy amúgy ezek vicces festmények? Hát van bennük humor, de az szofisztikált. Tehát, de olyan értelemben nem viccesek, mint egy karikatúra. És erotikusak? Mert nem. Hogy most úgy tűnik, hogy erre nagyon rákattantál az erotikára. De az erotikára a regényírás témakörében kattantam rá. Tehát a regényem az nagyon erotikus, valóban. Átragadt szerelem a címe. Igen. És rögtön rajta is van egy festmény. Megmutathatod a hátoldalát is, ha már erotikánál tartunk. Na ugye, hát ez van a regényben nagyon, hogy a főhős az állandóan ilyen félmeztelenül lép föl, véletlenül egy rockzenész, miközben azt mondtad nekem, hogy félig meddig te vagy ez a főhős, félig azért fikció. Igen. Vannak benne szex jelenetek is. Hát vastagon. Vastagon. Mondhatni, arra, hogy főleg azok vannak főleg benne. Azok vannak benne. Arra értem az erotikust, hogy nagyon sok szex jelenet van. Tehát a főhős elveszti a szüzességét Angliában. Amúgy egy magyar főhős. Magyar egy fiú, magyar. Zsolti. És az egy nagyon szívet melengető kapcsolat, amelyiknek során elveszti a szüzességét. Tehát Vikinek hívják az angol lányt, megismerkedik vele, nagyon gyorsan felszedi. Ehhez van neki vele született tehetsége, csajokat felszedni, jó a dumája, és anyanyelvi szinten tud angolul. Fölszedi, és első nap még nem, mert nincs óvszer, hanem második éjszaka elveszti a szüzességét, de amit első éjszaka csinálnak, az is... Ekkor ugye 16 éves. 16 éves, emlékszem, akkor igen. Az is le van írva részletesen, és a második éjszaka, amikor elveszti, az is részletesen. Meg aztán sok ilyen hasonló le van írva le részletesen. Van írva. Figyelj így, hogy mondjam, második ifjúkorodra, miért kattantál ennyi rá az erotikára? Tehát miért ekkor, én nem emlékszem, hogy ez régebben annyira fontos volt neked, és most te is csináltál, hát a karinti gyűrűs botrány is végül is abból volt, hogy mesztelenkedtél a színpadon. Tehát, hogy amit fiatalkorodban úgy tudom, hogy nem csináltál, vagy csináltál? Színpadon nem, illetve csak pillanatokra. Tehát volt olyan Békés Csabán, hogy semmi más nem volt rajtam, csak két léggömb takarta. Elől, hátul? Elől, mind a kettő. És akkor a léggömböket elkezdtem váltogatni, hogy elől, meg hátul, és aztán a végén széttártam a kezeimet. Szóval volt rá példa. És ez miért? Miért jó ez? Kamaszkoromban is már exhibicionista voltam. Tanzániában volt egy strand, és ott én mesztelenkedtem. De várjál, ugye Tanzániában úgy kerülted, tél, hogy a papád munkája révén mit csinált ő? Közgazdász volt. És akkor ott valamit dolgozott, majd mindjárt mondott, hogy... De anyukám is dolgozott, ő újságíró volt. Uh-huh. És szólt, hogy megy a férjével Tanzániába, és szívesen tudósítja a magyar távirati irodát, ha már úgyis ott van, és szívesen ír a Magyarország című heti lapba cikkeket, ha már úgyis ott van. Az és akkor egy nagyon rangos és lap írt, volt. Rangos, egyébként. És írt anyukám, írt. És miket lehet? Ugye te ott tanultál meg angolul, tehát ott. Neked ez például azért is jó volt. Hát elmentem iskolába. Ez hány éves korodról? 12. Igen. És helyi iskolába. Tehát a gyerekek nagy része az úgy kell mondani, hogy tanzániai tanzán gyerek volt, tehát csoki barna bőrű. Egy részük indiai bevándorlók leszármazottjai,
és egy nagyon pici részük kelet-európai. Volt egy jugoszláv lány, aki nagyon helyes volt, meg egy lengyel fiú, meg egy másik magyar fiú, meg én. Nem ez az érdekes, hanem az osztályfőnök, Mrs. Salt, ő egy gyönyörű, 28 éves, vékony, kanadai angol tanárnő volt. Az ő tantárgya az angol volt, és én beleszerettem. Később jöttem rá, hogy ez szerelem. Miért akkor mit éreztél? Akkor csak azt éreztem, hogy hogy az nagyon izgalmas, mikor ő bejön órát tartani, és csüngtem az ajkain. És nagyon fegyelmezett voltam az órán. Ami egyébként nem volt rád jellemző? Nem ennyire. Máskor izegtem, mozogtam, ficánkoltam, hülyéskedtem az ő óráin, mint az evidens tanuló, úgy figyeltem, és azt lehet mondani, hogy tőle tanultam meg angolul. Uh-huh. Neki köszönhetem, és az iránta érzett érzelemnek. Úgyhogy érzelmek, szexualitás az a kamaszkorban is volt. Hát gondolom, aztán az angol jól jött neked, mert hát amikor például Monty Pythont fordítottad. Hát mondja, de nem csak az, hát 72-ben jöttem haza Tanzániából, és 77-ben, 5 évvel később a generál együttes megkérdezte, hogy Miklós, nem akarsz nekünk angol dalszövegeket írni? És mondtam, hogy dehogy nem akarok, és írtam. Charlie volt az énekes, Tátrai Tibi a szólógitáros, az a funky generál volt. Uh-huh. És mentünk Varsóba lemezt fölvenni. Na, de még azért egy kicsit a Tanzánia, hogy ez az angolon kívül mit adott neked? Ott nyilván találkoztál egy más világgal, ami Szabadabb volt a légkör. Azért ismertem a strandon mesztelenkedni. De az egy nudista strand volt, vagy nem? Nem. Ott csak te voltál mesztelen? Nem szólt rád senki? Nem. Ha rám szóltak volna, mondták a szüleim, akkor nem lehet, de nem szólt senki. És a szüleid sem szóltak? Nem, ők azt mondták, hogy ha nem szólnak rád miatta, akkor tőlünk nyugodtan. És te szépnek tartottad magad, és ezt mutogatni akartad? Ahogy hát a főhősöd, a regényben? Hát az, hogy szép voltam, az csak utólag derült ki, mert van egy 16 éves kori fotóm, és azon nagyon jó képű vagyok. Akkor nekem senki nem mondta. Hát mondjuk anyukám dicsérgetett, hogy Miklós ilyen édes, olyan édes. De senki nem közölte velem, hogy én jóképű vagyok. És volt, amikor már közölték? Hát az késő. Az most. Most. Most vagy a jóképű? Tehát van olyan gimnáziumi osztálytársnőm, aki nem mert hozzám közeledni, és én sem mertem hozzá. És ha mertünk volna, akkor lett volna egy diák szerelem. És miért nem mertetek? Hát én féltem, hogy kinevet, és ő is azt hitte, hogyha ő közeledik, akkor én kinevettem. Elbénáztuk. De miért féltetek? Sajnos. Tehát miből voltak? Nem volt önbizalmam. Azt én olvastam, hogy neked máig vannak szorongásaid, milyen jellegűek? Hát például liftbe nem szállok be, nem eszem madarat. Mert? Megundorodt. De hát semmilyen csirkét. De miért? Mit öndöröttem? Mert hát korábban ettél, és akkor egyszer... ettem. És akkor egyszerre csak történt egyszer valami? Csak rá, mert a szomszéd kertbe csirkék szaladgáltak, és ráborzattam, hogy én ezt megeszem, Úristen. Dehogy eszem meg. A könyv szenvedélyes, érzelmes, és annyit szeretnék róla mondani, hogyha azt beírja valaki interneten a keresőbe, hogy Galla Miklós átragadt szerelem, akkor rá lehet találni. Tehát egy pici ügyesség kell hozzá, jöhet a festmény. Na jöjjön, hát miután az egyenlő a címlappal tulajdonképpen. A címlapon... Most akkor itt van valójában. Ez a festménynek az eredetie. Aha. A festménynek is, mivel a könyvem címlapjára került, az lett a címe, hogy Átragadt szerelem.
És az ecsetkezelés az az érzelmeket fejezi ki, a tomboló szilaj érzelmeket, és a két korong az azt jelképezheti, hogy két emberről van szó, tehát két ember szerelmes egymásba. Ez egy absztrakt expresszionista alkotás. És mennyiben vagy te a regényed hőse, és mennyiben nem? Mondjuk 40%-ban vagyok, és 60%-ban nem és vagyok. És mi az a 40? Hát az, hogy tudok angolul, az, hogy sokat jártam Angliában, az, hogy nagyon szeretem a zenét, és a zenész is vagyok, és a főhős fiú is zenész. Az, hogy fölléptem, vagy lépek föl koncerten. Annak ellenére, hogy 60% fantázia és 40% valóság, minden mondatában benne van az élettapasztalatom. Tehát 10 évvel ezelőtt nem tudtam volna ezt a regényt megírni. Mert mostanra, nem tudom, mostanra értem meg annyira, és hát nem beszélve a fogalmazásról, tehát a magyar nyelv szépségeit is hirdeti a regény, íme, így most mindenki ki. Látja, hogy mennyire hirdeted. Igen. Egyébként gördülékenyek a mondatok, tehát hogy tulajdonképpen könnyű olvasni. Köszönöm. Jó a dolgot olvasni. Köszönöm. Egyébként ez az öltözői, ez nyilván létezik. Létezik, gondolom, tehát van olyan, ilyet, amit én hallottam, vagy láttam, de... és átemeltem, mintha velem történt volna. Tehát az, hogy bemennek a csajok koncert persze. után, és már ott is, akár a mikrobuszban is hazafelé, igen, mert ezt igen, is írod. Igen, 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 persze, ez valóság. És te mennyire voltál csajozós? Egy lány felszedett a Budai Ifjúsági Parkba, és eljött velem oda, ahol laktam. Tehát bebújtunk az ágyba. Úgyhogy akkor csajoztam. Föl lettem szedve. Német csaj. De tudott angolul, ezért tudtunk beszélgetni. Úgyhogy mégiscsak jóképű voltam. Vagy vagyok. Remélem vagyok is. Egy humoristának egyébként nem muszáj jóképűnek lenni ő, tehát annak jobb, ha karakteres a feje, nem? Igen, igen. Egy angol, tehát egy abszurd humorhoz, meg aztán pláne. Jaj, bölcs, amit mondasz. Úgyhogy én nem tudom eldönteni, hogy mennyire vagyok jóképű, de az biztos, hogy a 16 éves kori képemen nagyon jóképű vagyok. És akkor volt ez a gimnáziumi bénázás, hogy Ágihoz nem mertem közeledni, pedig nagyon, azt nem mondom, hogy szerelmes voltam bele, de nagyon tetszett. És most kiderült, hogy éd is neki. És szerelmes volt. De most akkor miért késő egyébként? Hát férjezett. Ja. Hát akkor nem fog rám várni évig. Mondjuk ebben a regényben vannak olyan példák, hogy ez különösen nem zavarja Zsoltit, hogy mondjuk valakinek férje van. Kicsit zavarja, de aztán olyan nagyon nem. Nem, de ő nagyon jóképű, viszont ő nem humorista, tehát ennyiben nem a valóságról szó. Jó humora van, de nem humorista. Tehát ennyiben eltér, tehát ez nem egy önéletrajz, ez egy fiktív regény. Hogy alakult ki egyébként a műfajod? Tehát, hogy... Melyik a színházi? Hát tulajdonképpen az alapvető azért azt gondolom, hogy a humorista. De azt gondolom, hogy tulajdonképpen szinte mindenben te autodidakta vagy, nem? Uh-huh. Tehát, hogy semmi nincs, amit úgy tanultál, hogy a művészetből, amit oskolában. Nem, nem jártam semmilyen főiskolára. Egyébként se. Miért nem? Se képzőművészeti, se színművészeti. Mert
Tehát már 17 éves koromban írtam újságokba, újságíró voltam. Te újságíróként kezdted amúgy úgy a kezdtem, pályát, ilyen pop-rock újságíróként. És nem akartam többet tanulni. Tehát nem... De miért nem? Nem érdekelt. A humor érdekelt, és ezért bementem a Ludas Matyi szerkesztőségébe, és vittem humoreszket Radványi Barnának, és volt, amelyik megjelent 17 éves koromban. De csak úgy utcáról? Humor érdek utcáról. Tehát utcáról bementél, és épp a Radványi Barna ült ott, mert és kezébe nyomtad. Ő volt az olvasószerkesztő, hozzá kellett inni. Ja, hozzá kellett inni, igen. Kezébe nyomtad rögtön, elolvasta, vagy majd két hét maga? Nem, később. Igen. Mert az úgy volt, hogy ő, ha neki tetszett, akkor aláírta, és akkor továbbadta Mikes György helyettes főszerkesztőnek. Aha. Ha neki is tetszett, akkor ő is aláírta, és ő továbbadta Árkus József főszerkesztőnek, és ha ő is aláírta, akkor megjelent. Jó volt. Hát gondolom, az jó érzés. Jó én is volt. Emlékszem, amikor első cikkeim megjelentek, az jó érzés. Igen. Talán úgy gondoltad, hogy már humorista vagy, mit kell ezen tanulni? Igen, meg közben zenét azt tanultam. Jártam gitártanárhoz, azt hosszabb ideig, és egy rövid ideig zongorázni is tanultam. És énekelni? Azt is egy nagyon rövid ideig. Mi, mama, ilyeneket kellett énekelni. Volt-e netán beszédtanár? Ugye azt magamtól. Azt magadtól, mert azt mondod is egy interjúban, hogy mikor elején énekeltél, hát azt nem nagyon lehetett érteni. Hát a legelején, mert akkor még nem énekeltem, hanem motyogtam. Így zárt szájjal, így én akartam, senki egy szót nem értett, még én sem. Igen, egyébként... Sajnos van róla felvétel. Igen? Igen. Kár, hogy nem hoztad. Hát az dobozok mélyén van azt megtalálni egy emberről. De mondjuk például az, hogy amit ugye én nem akartam elhinni, hogy te valójában úgy beszélsz, ahogy a színpadon. Tehát, hogy azt azon nem akar... Színpadon egy kicsit hangosabban beszélek. Ja, hangosabban, de azért ugyanilyen lassan, és azért még alapvetően mindig egy kicsit zárt. Jó. Zárt szája. Hogy ezen nem akartál változtatni, azt gondoltad, hogy ez akkor a te jellegzetességed, vagy karaktered? Nem, Gábor. Vagy akartad, hogy ezen felpörgetettebb legyen, vagy nem tudom milyen. A zártnak ellent mondok. Igen, tehát bocsánat. Én nagyon-nagyon érthetően beszélek. Tehát játszottam a Napsugár fiúkban. Láttam. Láttad, játszottam a Hippolita lakályban a címszerepet, tehát ahhoz kell tudni beszélni. És a Karinthy Színházban nem volt mikrofon, be kellett beszélni a színházat, be tudom beszélni. És a lassúság, az mentalitás? Azt én nem érzem, hogy annyira lassú. Ez a lassú. Aha. Szóval van egy érdekes dolog, Gábor, hogy az általános iskolában, de még a gimibe is a fő ellenség az a matek volt, a fizika, meg a kémia. És most van egy csodálatos elméleti fizikus, dr. Lukács Béla, és az ő előadásait nemhogy nézem és hallgatom, hanem falom. Tudomány, de mindenhez ért, a biológiához, a geológiához, a csillagászathoz, a földrajz, a történelem, a nyelvészet, a régészet, szédületes koponya, és nagyon karizmatikus előadó. Tehát tőle a fizika is érdekes. Ezért érdemes ennyit élni, egyrészt, mert megszületik a regény, másrészt kiderül, hogy a tudomány is lehet vadítóan izgalmas és érdekes. Csak ilyen csodálatos előadó kell hozzá, mint dr. Lukács Béla.
A karinti gyűrű miért volt neked annyira fontos, hogy elkezdtél érte harcolni, és nem tudom. Mert a humoristáknak ez az egyetlen elismerése. És úgy éreztem, hogy sok évi munka áll a mögött, hogy én ezt megkaptam. Tehát jogosnak éreztem, ha 20 évvel korábban kapom meg, akkor is jogosnak éreztem volna, és aztán meg is kaptam szerencsére. De nem hivatalosan, hanem úgy, hogy Lárandrást adta az övét. De hát de meg, akkor most neki nincs. Neki nincs, és neked de meg végül kötöttünk, is akkor csak nem ítélték oda. De kötöttünk egy szerződést, hogy nem ajándékozhatom el, nem adhatom el, és Andrásnak, ha látni kívánja, akkor meg kell mutatnom. Ezt így leírtátok? Leírtuk. Ügyvéd fogalmazott egy szerződést. És közjegyző előtt azért nálam nem... van a gyűrű, és ha kell, fölveszem. Az mindig általában nagyon méltatlan, hogy már valamit odaítélnek, és akkor visszavonják. Ja, hát ezt gondolom méltatlannak érezted. Mi méltatlannak, meg túlzásnak. Tehát nem követtem el olyan kihágást, ami ezt indokolta volna. De a mesztelenkedés a színpadon az nálad exhibicionizmus, mert ugye az volt az indok, hogy az, hogy te mutogatod magad, és teljesen mesztelenül, és még azon kívül hát még a nemi szervedet is, az nem illeszthető össze, ugye a közszolgálat meg a karinti gyűrű. De András erre azt mondta, hogy ezt úgy el kellett volna intézni, hogy kérjük máskor ne mesztelenkedjen itt a karinti gyűrű. És akkor te nem mesztelenkedtél volna máskor? Lehet, de elfogadtam volna a karinti gyűrűt. De ez polgárpukkasztás, vagy exhibíción, tehát hogy valaki olyasmit mond, hogy szép, egészségesek a heréim, és szívesen mutatom a közönségnek. Tehát, hogy... Szerintem a regényből minden kiderül. Minden kérdésre választ kap. Hát igen, nem mindenki olvasta, úgyhogy most itt de a majd műsorban is után. Szeretnék. Ja, most már aztán felkeltettük nagyon az érdeklődést. Szóval, hogy ez mi? Tehát erre gondolhatja azt is, és most nem akarnak megsérteni valaki, miközben a regényt jónak tartom, tehát most nem azzal, hogy gondolhatja valaki, hogy bekattantál. Neked nem volt soha? Nem, mert olyan intelligensen csinálom, hogy ezt senki nem gondolja. Mert közben beszélek is, tehát előadást tartok. Uh-huh. Úgyhogy azt senki nem gondolja, hogy bekattantam. Az világos, hogy a zene fontos, és tudom, hogy énekelni is akarsz egy dalt, hiszen hát le is próbáltátok itt a kollégákkal, az mi és miért pont azt? Vannak ugye ikonikus dalait, számaid, amit igen, ez nem az én ikonikus dalom, hanem Casey and the Sunshine Bandnek a dala 1975-ből, és van egy új rekesztős, karcos énekhangom, és ez a dal nagyon alkalmas rá. De azon dolgoztál, hogy legyen ilyen? Fokozatosan kialakult. Fokozatosan. Először csak ösztönösen egy részét a dalnak énekeltem így, aztán rájöttem, hogy végig lehet így énekelni, és aztán rájöttem, hogy más dalokat is lehet így énekelni. Most már van legalább 8 dal. Enyémeket közül is van 1-2, amit lehet. Van 2 számod, amire azt mondtad, hogy hát azok nagyszabású. Igen. Kompozíciók, és ha nem egy magyar fickó írja, igen, akkor azok világsikerek. Nagyon jól vagy informálva. Azokat miért, melyik ez a 2, és azokat miért tartod ekkora? Az emberek figyeljetek, és a színpadi pojáca. Uh-huh.
Hát egy zeneszerző azt tudja, tehát különbség van a között, hogy mi válik népszerűvé, és mit fogad el a közönség. Tehát mondjuk a Bélát itt ne keressék, az a ikonikus, ikonikus, az a legnépszerűbb, de én, mint zeneszerző nem azt tartom az életem főművének. Nem annyira kifinomult. Kifinomult, de nem annyira, mint az emberek figyeljetek, és a színpadi pojáca. Tehát a színpadi pojácára azt mondta egy barátom, aki nem egy bólogató János, tehát ha nem tetszik neki egy számom, akkor megmondja, hogy ez 10-ből 3-as, tedd vissza a fiókba. De erre azt mondta, hogy a Queennek és a Genesisnek is a top 5 száma közül lenne az egyik. Te egyébként szoktad átírni a dalaidat? Egyrészt átírni, másrészt kibővíteni. Tehát aminek régen, a régi felvételén 2 versszak és 2 vagy 3 refrén van, ahhoz hozzáírok, hogy ne 2 versszak legyen, hanem 3. Aha. Nagyon jó kibővíteni a saját régi szövegeimet. Na és amikor te ezt a dalt, amit most hoztál, énekelted más színpadon is? Énekeltem. Volt földrengés? A dalhoz külön nem volt földrengés. És hozzád általában van? Hát volt a színpadi pojácánál földrengés közeli. Tehát messze hosszabb volt a taps most a koncerten, mint az udvarjas taps. Tehát méltányolták, jól el tudtuk játszani élőbe. Tehát élő zenész fiúkkal játszottam, és istenien előadtuk. Lássuk, halljuk. Wappa, tadapta, tadapta, hi-du-du-du. Ez az eleje. Baby, baby, let's get together. Honey, honey, me and you. And do the things, oh, do the things that we like to do. Do a little dance, make a little love. Get down tonight. Get down tonight, do a little dance, make a little love. Get down tonight, baby, baby, I'll meet you. Same place, same time, where we can all get together and ease up our mind. Do a little dance, make a little love. Get down tonight, get down tonight. Do a little dance, make a little love. Get down tonight, get down tonight. Get down, get down, get down, get down, get down tonight, baby. Get down, get down, get down, get down, get down tonight, baby. Whoa. Get down, get down, get down, get down, get down tonight, baby. Get down, get down, get down, get down. Para 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 pa pa pa. Poof. Jó. Get down tonight. Na. Funky, disco funky. Igen? Igen. Nem a te világod. Nem biztos, hogy annyira, de ez jó pofa egyébként. Azt is olvastam, hogy hát te nem jársz el barátokkal bulizni. Egyáltalán tulajdonképpen a fellépéseken kívül olyan nagyon nem jársz el otthonról. Tehát akkor kvázi otthon vagy, és otthon vagyok, vagy alkotok, vagy nézem a híroldalakat,
Szerencsére angol nyelven is tudom olvasni a híreket. Olvasom is. Híroldalakat? Híroldalakat. Nem gondoltam, hogy te azt nézed, mert hát hiszen nézem. Soha semmilyen aktuál politikát nem tettél bele a számaidba. Nem teszek bele, de érdekel. Tehát a magyar híroldalakat is elolvasom, legalább 5-6-ot. És angol nyelv, tehát angolt is, meg amerikai is. Van, amit fölhúzod magad? Nem, sztoikusan tudomásul veszem, hogy ez történt. Nem húzom föl magam. Soha nincs olyan érzésed, hogy hú, hát most már valamit csinálni kéne? De azt a művészet területén. Tehát írni kéne valamit, vagy festeni kéne. Igen, de azokban meg nincs semmilyen társadalmi elmegű. Nincs. Miért nincs egyébként? Mert nekem, mint művésznek nem az a feladatom, hogy beleszóljak a politikába. Tehát aki engem szeret, és eljön mondjuk egy önálló estemre, vagy mint a közelmúltban volt GM49 nagy koncert teltházzal, az arra számít, hogy ott másfél-két óra hosszat nem lesz politika, és ha elkezdenék aktuál politikáról beszélni, akkor azt mondanák, hogy ez is politizál, hát akkor ez nem olyan jó. Tehát hiúság giokokból nem politizálok, hogy megmaradjak egy ilyen művész figurának. A festményeim révén, a zenéim révén, a humor, a szóviccek révén, infantilis szóvicceket szeretek előadni, de Adit is adok elő. Tehát Adinak az egyik leghosszabb és legdrámaibb költeményét megtanultam, és azt minden nap gyakorlom, hogy ne veszítsem el a szövegtudást. Ez melyik? Az Őskaján. Abból nem mondasz egy kicsit? Hát mondok, de hát elvágjuk, mert nagyon hosszú, tehát az, hogy... Elvágjuk, mondjál belőle két versszakot, csak hogy ízelítő, hogy mondasz Adit. Bíborpalástban jött keletről a rímek ősi hajdalán. Jött boros kedvel, paripásan, zeneszerszámmal, dalosan, és mellém ült le Őskaján. Duhajlegény, fülemben ótáz, icunk, s én hallgatom. Piros hajnalok hosszú sorban suhadnak el, és részegen kopognak be az ablakon. Szent kelet vesztett boldogsága, ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált ködjövendő táncol egy boros asztalon, s Őskaján birkózik velem. Én rossz zsaketben bóbiskálok, az Őskaján vállám bíbor, feszület, két gyertya, komorság. Nagy torna ez, bús, végtelen, s az asztalon ömlik a bor. Ez gyakorlott többször? Gyakor, tehát... minden nap egyszer el kell mondani. Kötelező. Uh-huh. Tükör előtt gyakorolsz, vagy ez tükör, egy... Tehát semmi ez nem kell neked tükör. Nem. A grimaszaimhoz se kell tükör. Van itt még két festmény, akkor nézzük meg ezeket. Egyébként ezeket te árulod is? Tehát ezeket veszik? Tehát van, aki ezt veszi? Volt már rá példa, adtam már el festményt. Így én is látszom, és a festmény. Ez geometrikus korszakomban készült, azért van rajta ennyi négyzet, meg téglalap. És ami a címe az, hogy valószínűség szárítás, tehát szárítom a valószínűséget.
a fő újdonsága, hogy itt kilóg a festményből egy téglalap, be tudom dugni az ujjam, és itt meg kilóg egy másik. Ez az én találmányom, tehát ilyet se Picasso, se Salvador Dali nem talált ki, hogy kilóg a festményből mondjuk egy idom, ezek idomok, és kilóg, erre büszke vagyok. Na, és akkor a másik? A másik az egy későbbi, akkor már vadabb voltam. Ez akkor született, amikor a Covid miatt nem volt szabad kimenni a házból. És akkor állítólag te egész nap festettél. Egész nap festettem. Ennek az a címe, hogy fejlesztve menekülök. És aki éles szemű, az észreveszi, hogy tulajdonképpen a három alapszínt látjuk itt. Tehát a három alapszín az piros, sárga, kék, itt a pirosat inkább bordóval helyettesítettem. Mert? Mert ilyen kedvem volt. Úgy gondoltam, hogy a sárgához a bordó, hogy az itt milyen izgalmas lesz a sárga mellett a bordó. És középen pedig tornyosul az akril festék. Figurálisat is csinálsz? Elvétve, előfordul. Tudsz egyébként? Hát olyan anatómiai képességekkel, mint Leonardo da Vinci nem rendelkezem. Nem próbáltam, de nem is különösebben ambiciomálom. Szóval én ezt az absztraktot szeretem, ami, ahol végtelenek a lehetőségek. Nem aprózod így el magad, hogy ebből is kicsit, abból is, amabból is, meg amabból is? Elaprózom, de így szeretem. Szóval mindegyik hiányozna. Mert hogy... még nem beszéltünk, hogy ugye rendezted. Rendeztem. Volponét, még láttam is a tetejében. Láttad, színikritikus vagy. És interneten fönn van, Galla Volpone, vagy Volpone Galla. Ugye tudom, említetted is Őze Lajost, hogy ugye hát az ő szerepét játszottad benne Korbacsó. Aki hát aztán végképp egy ilyen nagyon felkorbácsolt érzelm. Igen. Valaki, ugye? Eljátszottam a szerepét, ez is egy ambícióm volt, hogy ezt eljátszam. És úgy, de tisztelektél is előtte, tehát igen. Ott, amikor azt hiszem kimondtad a nevét, vagy volt egy fénykép, vagy már nem tudom, mi volt, és ott hajlongtál előtte. Hajlongtam, tehát letérdeltem, és a földet csapkodtam tisztelegve az ő... Miért Őze Lajosnak? Tehát volt róla egy fotó, amin ő Korbácsol. Igen, akkor jól emlékeztem. Jó. Hogy miért Őze Lajos neked ennyire? Hát... Mert ő. Tehát Latinovics Zoltán. Latinovics, tehát két színész király volt, és az Latinovics Zoltán és Őze Lajos, és az Adi verset is az ő tiszteletükre tanultam meg, mert róluk van egy anekdóta, hogy erről beszélgettek, és Őze elmondta Latinovicsnak az őskaját, és Latinovics egy forintost adott neki. És utána azt a nyakába hordta Őze Lajos. Hát miért Őze? Az alakításai önmagukért beszélnek. Tehát megszereztem 70-es évekből nemzeti színházi előadásokat DVD-n, amikben játszik. És hát én... Szóval mondjuk bejön a 25. percbe, vagy a 30-ba, és addig így úgy amúgy játszigattak különböző meg nem nevezendő színészecskék, és bejön Őze Lajos, és egy új előadás kezdődik. És akkor én azt gondolom, de akkor azt, akik korábban a fél órában játszogattak, az hogy képzelik? Tehát nem látják, hogy Őze hogy csinálja, és mit csinál. De a tapsrendben, mikor Őze előre jött, akkor földrengés volt a Nemzeti Színházban. Hát ezért földrengés volt.
átéltem, ott voltam, láttam. Mit tervezel még? Hát szóval, hogy ebből a sok mindenből Van önálló estem, amit szeretnék még előadni. Nem sokára föllépek egy embernek a 60. születésnapján. Azzal fogom kezdeni, hogy remélem, hogy nem szó szerint ugyanazt fogom előadni, mint 20 évvel ezelőtt. De figyelj, a kérdést úgy is értettem, hogy ezekből azt gondolod, hogy előbb-utóbb úgy életed végére, 120 éves korodra össze kell, hogy álljon valami, vagy ezek így maradnak egymás mellett, így szétaprózva, amiket csinálsz? Maradnak. Hát akit a zene érdekel, az a zenére jobban rácuppan. Aki engem humoristaként akar látni, azt készséggel elfogadom, és örömmel. De szeretett kicsit összekeverni, tehát az estjeidbe beviszel festményt. Beviszek festményt, de arról is humorosan kell beszélnem. Tehát önmagában a festmény az nem lenne akkora nagy durranás. Attól válik durranás, vagy olyanokat mondok, hogy Kandinsky, a híres absztrakt festő, kipróbálta, hogy homokot kevert a festékbe. Itt arra látunk példát, hogy a festő, azaz én, nem próbálta ki ezt, nem volt rá kíváncsi, hogy mi történik, hogyha homokot keverünk a festékbe. Most nemrég kapott Kossuth díjat Szakó Ferenc, akinek hát homok animációi ismertek, de ő csinál tiszta homok festményeket, és nekem is van otthon 2 egyébként, kaptam tőle ajándékba, és ezeket fixálja, és nagyon jól néznek ki. Értem, jó. Persze, én is szeretek kísérletezgetni, tehát tücsköt, bogarat ráragasztok a festményre. Van olyan, hogy elmentem szerszámboltba, és vettem. Tehát van olyan festményem, amire rá van ragasztva egy ilyen, amivel a falat vésik? Nem vésik, hanem kenik a maltert. Nem tudom a nevét. Van fogantyúja. Tudom, mi nekem se jött eszembe. Fogantyú az kilóg a festményből, és a lapja az rá van ragasztva. Te, és amikor nem alkotsz, nem jársz buliba, csak vásárolni mész le, ezen belül van neked valami hobbi tevékenységed, vagy valamid, vagy ilyen nincs? Tehát tulajdonképpen... Nincs. A fő hobbim a festészet, de most már nagyon rég nem festettem. Nincs hozzá kedvem. Mert? Nem tudom. Kedv kérdése. Tehát ami megmaradt, hát azt nem tudom, lehet hobbinak nevezni, tehát este zenét hallgatok sötétbe. Teljes sötétbe? Tehát akkor már az elalvással kapcsolatos. Igen, sötétbe, hozzám nagyon közel álló zenék. És ez milyen? Hát például Steely Dan, az egy amerikai zenekar. Azt nagyon sokszor hallgatom, a Kraftwerket is nagyon sokszor hallgatom. Szóval legtöbbször ezt a kettőt. De bármi más, progresszív rockot, Yes együttes is nagyon jó. Te egy magányos fickó vagy, vagy azért alapvetően mégiscsak vannak barátaid? Vannak barátaim, de velük is inkább e-mailbe tartom a kapcsolatot. Tehát vannak, akikkel... De miért? Hát mert egyszerűbb, tehát logisztikailag elutazni oda, ahol én lakom, az bonyolult, meg nekem is bonyolult. Miért nem laksz annyira a világ? Nem annyira, de azért az pénzbe kerül. Egyszerűbb e-mailbe tartani a kapcsolatot. Van közösségi oldalam, most is posztoltam dr. Lukács Béláról, előzőleg Joel Grayről, nem, előtte Tolcsvai Laciról posztoltam, mert Kossuth díjat kapott, és gratuláltam neki, és azt írtam, hogy már rég aktuális volt, hogy ő Kossuth díjat kapjon. És előtte meg Joel Grayről posztoltam, aki a kabaréba a konferenciét játsza a filmben is, és 66-ban a színházi bemutatón is ő volt a konferencié.
Szigorú munkarended vagy otthon, vagy nem? Tehát, hogy mert azt olvastam, hogy Covid alatt, akkor te 8-tól 4-ig festettél, tehát szabályos munkaidőben. Így dolgozol, vagy ahogy jön? Elég kötött. De így alakítottam ki. Tehát fölkelek, és reggel teját iszom. Megnézem, hogy jött-e e-mail. Ha jött, akkor válaszolok. Ha nekem van kezdeményezni való e-mailem, akkor kezdeményezem. Utána nézem a magyar és az angol híroldalakat, és ezzel el vagyok ebédig. Ebédkor megnézem az Egyenes beszédnek az előző esti adását. Tehát azt fölveszem este. És miért nem este nézed? Hát mert akkor filmet nézek, vagy Lukács Béla előadását. Tehát az és ebéd... És akkor mikor dolgozol? Délután? Délután. Ha van dolog, akkor délelőtt is dolgozom. De nem mindig dolgozom. Tehát hazudnék, ha azt állítanám, hogy 7 nappal átéve dolgozom. Tudok nem dolgozni is. Na, hát akkor további jó dolgozást és nem dolgozást kívánok. Köszönöm. Neked köszönöm, hogy jöttél. Szívesen. Önöknek is köszönöm. Néztek minket, Galla Miklós volt a Bóta Café vendége. Viszontlátásra.